Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Advent második vasárnapja után vagyunk, egy nappal. Szeretném felolvasni a tegnapi nap vasárnap olvasmányát, amit a én hallhattunk. Izaiás Prufit a könyvének a 11. fejezet, első sorától a 10. soráig terjedő szakaszt. Azon a napon veszőkél majd Izáj törzsökéből, és hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, és az Úr félelmében telik öröme. Nem az szerint ítél majd, amit a szem lát, és nem az szerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorsúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája veszélyével megveri a földet, és ajka leheletével megöli a gonoszt. Az igazságosság lesz derekán az őv, és a hűség csípőjén a kötő. Akkor majd együtt lakik a farkas a bárányjal, s a párduc együtt tanyázik a gödőjével. Együtt legelészik majd borjó és az oroszlán, és egy kisgyermek is elteregetheti őket. A tehén és a medve együtt legelnek, kicsinyeik is együtt pihennek, és szalmát teszik az oroszlán, akárcsak az ökör. A csecsemő nyugodtan nyászadozhat a viper a fészeknél, és az áspis kígyó is bedughatja kezét az anyatejtől elválasztott kisgyermek. Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak az én szent helyemen, mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betölti a vizek a földet. Azon a napon az izágy gyökeréből támadt sarj zászlóként áll majd a népek előtt. Keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsőséges lesz a lakhelye. Hát az eljövendő időszakról ír Izajás Profita jövendől, Krisztus előtt 500 éve körülbelül, arról az eljövendőről, aki miként hallhattuk, az Úr lelkével lesz tele. Vatképpen ezek az ajándékok, amelyekről itt hallhatunk, a Szent Léleknek az ajándékai szoktuk mondani, vagyis a bölcsesség, az értelem lelke, a jó tanács, az erősség lelke, a tudás, az Úr félelmének lelke, ezek mind-mind olyan adományok, amelyek a maguk teljességében majd a pünköstkor, a Szent Lélek, Úristen eljövetelekkor fognak teljessé válni, vagyis a Szent Lélek az, aki betölti az aposoknak a szívét és minden megkeresztelt embernek a szívét, lelkét. Ez a fajta messiás, vagy az ilyen csodálatosan betöltekezett Isten kegyelmével elárasztott, messiás szabadító az, akire várakoztak, vágyakoztak a zsidóknak egy csoportja, nem mindenki, de bizony uh, izajás körül nagyon sokan, és ez a fajta a csoportosulás későbbiekben erősödött. Egy olyan valaki jöjjön, aki az Istennek a végtelen jóságát, szeretetét nem csak a gazdagok felé, hanem miként hallhattuk, méltányos ítélet, ítéletet hoz a Föld szegényeinek. Tehát nem csak kiválasztott zsidóságnak, nem csak Izraelnek, hanem a Föld szegényeinek. Vagyis mindenki számára kiárad az Istenek a kegyelme és jósága, egy olyan fajta igazságszolgáltatás, amit ember igazából nem tud megtenni, csak Isten, aki ismeri a szíveket, ismeri a lelkeket. Hiszen Istené a minden tudást, és ő az, aki igazából igazságot tud tenni, és hát kik mások várnák ezt leginkább, mint a szegények és a nyomorultak. És azt mondja a továbbiakban, hogy olyan erővel rendelkezik, hogy mindenfajta hatalmat elpusztít szája lehelletével, vagyis ezt akarok kifejezni, hogy még szinte ki sem mondja, de már is elpusztítja azokat az erőket, amelyek egy teremtetlen örök igazság szeretet ellen lennének. Ez a valaki nem más lesz, mint Jézus Krisztus. Igaz, a kicsi bölcsőben, a kereszt oltárán, Másképpen mutatkozik meg az Isten hatalma, nem mi is megmutatkozik. Hiszen Jézus, Jézus, nem lehetett elpusztítani, nem lehetett megölni. Az is olvasok a Szentírásban, amikor életére törnek, hogy hát ő elmenekítették Heródes elől. Nem is találta meg Heródes soha Jézust. A hívő, alázatos ember azonban megtalálta Jézust. Amikor a katonák őrizték Jézust a sírnál, hiába őrizték a sírnál, Jézus föltemet a halálból, és a tanítványok előtt ment Jeruzsálembe. Ugye? Tehát Jézus teljesen független ettől a mi emberi gondolkodásunktól, erőfitoktatásunktól, mikor le akarják taszítani a hegyről, mert már elegük van belőle, egyszerűen átadta a tömeg között. Rá kell döbbennünk arra, kedves tévénézők, kedves esőrek, arra, hogy Jézus Krisztus nem pusztán egy ember. És ez így van rendjén, az ember nem pusztán egy ember után vágyódik, hanem rá kell arról, arra, hogy ember az én életemet, az önök életét, a mi életünket igazából nem tudja rendbe tenni, teljessé tenni, igazzá, igazságossá tenni, hanem csak az Isten. Istentől szakadt el az ember, és Istenhez tud visszatérni az ember, és pont itt fontos a megváltás, amiről Jézus Krisztus által, aki megváltott és megszabadított bennünket. A szeretetet, az igazságot, a boldogságot nem lehet pénzen megvásárolni. Egy olyan fajta igaz világot hoz el, egyet olvastuk előbb, Jézus könyvében, amely igaz világban a, a teremtett világ visszakerül úgymond az eredeti állapotba. Az eredeti állapotból visszahelyezés történik, az oroszlán, meg a bárány, meg az áspispígyó, meg a kicsi gyerek, és a többi. Tehát nem bánt senki semmit, és senkit. Hát kicsit olyan mókás, hogy a szegény oroszlán füvet fog legálni, hát az igazából nem tudjuk pontosan, hogy hogy lesz. De ezt akarja kifejezni a Szentíró, hogy nem lesz vérengzés. Nem lesz gyűlölködés, nem lesz sunyi letámadás, nem lesz orvul rajtaütés. Szeretet és békesség lesz az egész teremtett világban. Ennek a csodálatos egyetemes ö, békességnek, amely visszaidézi a Bibliának az első lapjainak a, a, a mondatait, amikor az Isten megteremtette ezt a világot, és még nem volt bűn csak szeretet. Valahol ezt köszön vissza, de még teljesebben, hiszen Jézus Krisztus, amikor eljön hozzánk és megvált bennünket majd, ugye, húsvétkor ünnepeljük, akkor megígéri nekünk azt a mennyországot, ahol az egész teremtett világ megdicsülve ott van. Ezt a fajta egyetemes békét, ezt az egyetemes ö, nyugalmat akarja nekünk a Biblia üzenni, azzal, amikor Jézus Krisztus megszületik, és báránykák jönnek, és ott bégedgetnek, vagy hagyomány szerint, ugye oda hogy a marha, ugye, és ott lehel szegény Jézusra, hogy megrémülhetett szegény Jézus, akkor kinyitja a szemét, és mondjuk észrevet, hogy egy nagy, nagy bocifej ott van fölötte, tudja elképzelni a munkáson. Tehát ezt akarja már az Úr Jézusnak a születése is egyfajta képpen számukra bemutatni. De ennél sokkal fontosabb az, amit előbb mondtam, hogy egy szociális igazságosságot, divatos szóval élve, egy egyetemes igazságosságot fog az Úristen megvalósítani. Nemrégiben olvastam Antonid Mellótól egy nagyszerű kis gondolatfűzért, és ezt azért szeretném önökkel megosztani, mert sokszor úgy, 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 eltelünk az, hogy hú, milyen szép fenyőfánk van, hú, milyen szép betlehemünk van, hú, milyen szép ez az amazunk van, és már, most már nagyon fölkészülünk ám karácsonyra, tehát Antoni Melló egy pásoros kis írásával, olyan fricskaképpen szeretne bennünket fölébreszteni ebből a fajta áll A mester nagyon szerette a következő kis történetet mesélni önmagáról. Amikor megszületett az első gyermeke, elment a csecsemő osztályra, ahol megpillantotta a feleségét, aki a pici bölcsője fölé hajolt. A mester csöndben figyelte, amit az asszony az alvó többséget csodálta. A mester a nő arcán látta a csodálkozást, a kétkedést, a lelkesültséget és az elragadtatást könnyekig meghatódva a mester lábúj hegyen, a nő mögé lépett, átkarolta a derekát, és azt suktokta. Pontosan tudom, hogy mit érzel, drágám. A nő hirtelen visszazökkenve a valóságba kitört. Igen, az életemre mondom, el nem tudom képzelni, hogy hogyan készíthettek húsz dollárért ilyen édes kis bölcsőt. Úgyhogy ez a történet való rávilágít arra, hogy igen, való az emberben ott van a, a az vágyakozás, de aztán visszaszökken a hogy Hát igen, mindent, mindent mi pénzzel mérünk. Milyen más az a világ, amiről Izajás profita beszél? A szegények fölkarolása, az elesettek fölkarolása, a nyomorultaknak azt a terítés. <hállt> És hát voltak éppen ez az egyháznak a küldetése, de az önök küldetése is, mindannyiunk küldetése. Minden egyes ember megkapta azt a méltóságot és egyben hivatást és küldetést, hogy Jézus Krisztust hozza el nekünk. Nem természetes életállapot az, hogy valaki kitaszítva nyomorultól éle az életét. Ez így van. Még nagyobb baj, hogy valaki bűnben görnyedezve éli az életét. Ezért jön el Jézus. Önök szerint van-e valamilyen megoldás a bűn alatt görnyedő embernek a felszabadítására? Van-e valamilyen megoldás arra, hogy az ember megszabaduljon ténylegesen bűneitől? Nincs. A Kossiszzi Szent Ferenc gyönyörű szép ö, ö, filmjét nézhetjük a Nafivér holnővé, től Van ez a film vagy 40 éves legalább. És a, az egyszerű emberek álmulva, bámulva, jelen vannak a Szent Misén, és elő pedig. Pöfeszkedve ott vannak a város gazdagjak, a fölordít Szent Ferenc, letépi magáról a díszes urát, és mondja, hogy nem, nem ez az igazi vallásosság. És a szegényekre mutat. Ők azok, akik leginkább meg tudták élni a kiszolgáltatott Krisztus misztériumát, a szegénység titkát. Miért szegényként jött el Jézus? Miért nem gazdagságban? Azért, hogy, hogy bemutassa, hogy ennyire szeret az Isten. Kiüresítette önmagát, egy lett, mi közönünk. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy az ember szakadt, büdös koszos ruhában járjon, hogy az ember zsíros hajfürtökkel visszataszító módon éljen. Nem erről van szó, nyilvánvalóan. Arról van szó, hogy javainkat, lelki, szellemi, testi, pénz javainkat, úgy próbáljuk beosztani, hogy miként tudok én abból a lehető legtöbbet visszaforgatni azok számára, akik között élek. Mert hiszen ez az én hivatásom, ez az én küldetésem. És akkor, amikor az Úr eljön, bölcsesség, szeretet, igazság, úrfélelmének lelke és a többi gyönyörű, szép ajándékok. Ezeket az ajándékokat én megkeresztelt ember az Istentől mind megkaptam. Csak az a kérdés, hogy, hogy hagyom-e az én spájzomban beaszalódni, pönkre menni, megpenészedni, megrohadni, vagy pedig hagyom, hogy ez használja. Azt mondja Jézus a szamáriai asszonynak, amikor vizet kért tőle, ha tudnád, hogy ki kér tőled vizet, akkor azt tekérnél te kérnél tőlem vizet. És a szívedben a soha ki nem apadó élő víz törnének föl. Minél inkább a lelkünk, úgymond átereszti csatornává válik, és nem zápul meg benne Istenek a kegyelme, annál gazdagabbak vagyunk minden inkább hörcsög módjára, önző módon pöfeszkedve, irigykedve élünk, mennyi példa van erre. Annál szerencsétlenebbek vagyunk. Adja mind a ható Isten, hogy azt az örömöt, az Isten számunkra készít, azt, azt, próbáljuk megélni. Próbáljunk egy olyan fajta jó cselekedett naptát készíteni, amiben igenis ott van az imádság, ott a szentírásolvasás, a szentmisén, Isten való aktív részvétel, és az irgalmasság test és lelki cselekedeteinek a gyakorlása. Napokban záradott le az irgalmasság éve. De ez nem hogy ne legyünk irgalmasak. Üssük föl szépen az imakönyvet, nézzük meg. Irgalmasság test és lelki cselekedetei. Nyilvánvaló, hogy azok a megfogalmazásokat valamelyes módon úgymond korszerűsíteni kell, adoptálni kell a jelen korunkra. De ez nem azt jelenti, hogy az irgalmasság az kivonul a világunkból, mert lezáródott az év. Mennyire szép, hogy Szent Márton évét üljük, de ez azt jelenti, hogy Szent Mártonnak az illet ne nem követhetnénk, hogy Mártonáron emlékévet tartottunk, 120 évvel ezelőtt született hűs, nagyszerű püspök. Jövőre Szent László királyunk, a nagy lovak királynak lesz az éve mennyire fontos, hogy az igazi lovagiasságot, a, az, az identitásunkat, akár a nő identitás, a férfi identitást mindinkább ki tudjuk bontakoztatni úgy, hogy az Isten ezt szeretné. Tekintsünk Jézus Krisztusra, aki elhozta nekünk az igaz boldogságot, hogy megtaláljuk identitásunkat, önaznosságunkat, akkor, amikor a legelesettebbekkel jót teszünk. Akkor, amikor szembenézünk önmagunkkal, és nem elítéljük önmagunkat pusztán csak, hanem engedjük, hogy Isten fölkaroljon bennünket. Akkor, amikor az imádság ragyogó fényétől, tán boldog, vagy fájdalmak könnyeitől, de megtisztulva tudjuk folytatni életutunkat. És azt a fajta új szemléletmódot mennyei szemléletmódot, látásmódot, életvitelt, amit nekünk Jézus elhozott, az Úr szolgája, azt át tudjuk adni, át tudjuk ragyogni környezetünknek. Így alakulhat ki egy csodálatos új világ, egy igazságosabb és sokkal testvériesebb világ, ahol a bölcsőben lévő kisredet nézzük, és nem azt nézzük, hogy ez nekünk mennyibe került, és mi csinos az egész, hanem a szívemben élő Jézus Krisztus emlelem tekintetemet.